Nem rengette meg az európai tőzsdéket, hogy a világ legnagyobb hitelminősítője pénteken 9 euróval vezeti tagország besorolását is lefokozta. A kezdeti esések után hétfőn este már emelkedéssel zártak a piacok. Az elemzők szerint azonban még mindig nem sok jele annak, hogy az EU megteszi a szükséges intézkedéseket a válság kezelésére. Nézzük meg erről egy összeállítást. Az ázsiai tőzsdék érezték meg elsőként, hogy a Standard & Poor's tömegesen fokozta le az euróövezeti tagországok besorolását. Tokióban, Tajvanon és Hongkongban ugyanis attól tartanak, hogy eleminősítések után még nehezebb finanszírozni az európai országok adósságát, ami az egész világgazdaság kilátásait veszélyezteti. A Standard & Poor's lépése miatt az ázsiai részvények gyengélkednek. Ebből is látszik, hogy az ázsiai piacok az európai és amerikai piacokat követik, értékelte a helyzetet egy üzletember a tajvani tőzsdén. A német részvényárfolyamok is eséssel reagáltak a világ legnagyobb hitelminősítőjének döntésére. Az S&P 2 fokozattal rontotta le Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ciprus besorolását, míg Franciaországét, Ausztriáét, Máltáét, Szlovákiáét és Szlovéniáét egyel. Ráadásul további leminősítéseket helyezett kilátásba Franciaország és Ausztria esetében. Finnország, Hollandia és Luxemburg viszont megőrizte AAA, vagyis kiváló besorolását. Egy hónapja megfigyelés alá helyeztük, hogyan kezeli a válságot az euróövezet, elsősorban ami a decemberi csúcs találkozó döntéseit illeti. Úgy véljük, nem történt áttörés annak érdekében, hogy biztonsággal megoldják a válságot és stabilizálják a piacot. Ez annak köszönhető, hogy nem tárták fel a gondok gyökerét, ami szerintünk nem elsősorban a költségvetési válság, vélekedett az S&P szakértője. Némi meglepetésre azonban a párizsi tőzsde viszonylag nyugodt maradt. Ez vélhetően annak volt köszönhető, hogy a Moody's bejelentette, fenntartja Franciaország AAA besorolását. Emellett az S&P is jelezte, még ebben a negyedévben felülvizsgálja az ország minősítését. Nicolas Sarkozy francia elnök, akinek a leminősítés az újraválasztásába kerülhet, azt ígérte, országa gazdasági reformok bevezetésével lesz úrrá a válságon. Ehhez persze összefogásra lesz szükség. Ez a válság lehetővé teszi, hogy gyors döntéseket hozzunk, mert a helyzet megköveteli, ezért nem kell félni a jövőtől. Országunknak vannak forrásai, erősek vagyunk. Ez azonban már egy új világ, amit Franciaországnak meg kell értenie, és olyan döntéseket kell hoznia, amelyek a nagy országok között tartanak bennünket, jelentette ki Sarkozy. Az elemzőket természetesen nem lepte meg a leminősítési hullám, mivel a magas államadósságok mellett az euróvezeti gazdaságok továbbra sem teljesítenek fényesen. Sokan arra figyelmeztetnek, hogy még mindig nincs igazi megoldás a láthatáron. Az egyik nagy gond, hogy az euróövezet későn reagál, miközben állandóan a piacok kegyeit keresi, ahelyett, hogy meghozná a szükséges lépéseket. A saját farkunkat kergetjük. Hamis kiindulási alap az is, hogy azt mondták, egyetlen eurót használó ország sem mehet csődbe. Ezért már 2 évet elvesztegettünk, vélekedett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet főtitkára. A német kancellár pedig arról beszélt, a leminősítések is azt jelzik, hogy Európának gyorsan tető alá kell hoznia a megállapodást a fiskális szabályok szigorításáról. Angela Merkel szerint emellett mi hamarabb be kell indítani a közös stabilitási alapot is. Az elemzők úgy vélik, az S&P döntése egy dolgot biztosan jelez, azt, hogy a 2011-es nem az utolsó válságév volt. Emellett kétséges, hogy Németország, amely az egyetlen megbízható gazdaság maradt Európában, meddig képes kitartani a nemzetközi pénzügyi rendszer stabil oszlopa szerepében.